Lankadatlanul terjed a koronavírus szerte a világon, így Európában is. Az Egyesült Királyságban a kormány szerint az emberek a nyáron túlzottan ellazultak. Minden harmadik új fertőzött 20 és 29 év közötti. Matt Hancock egészségügyi miniszter ezért a fiatalok felelősségteljes magatartására hívta fel a figyelmet, és szokatlanul nyers üzenetben úgy fogalmazott, ne öljétek meg a nagyszüleiteket. A felhívással összhangban az Egyesült Királyság változtatott az utazókra vonatkozó szabályozáson. 7 görög sziget visszakerült a karantén listára, azaz 14 napos karanténba kell vonulniuk az onnan hazaérkezőknek. A korlátozás a görög szárazföldre vagy Spanyolországra, ahol 500 000 fölé került a fertőzöttek száma, egyelőre nem vonatkozik. Olaszországban néhány iskola március óta először nyitott ki. Az iskolákba a diákok vegyes érzelmekkel tértek vissza. Van, aki még mindig inkább vakációzna. Akad, aki örül is, meg nem is. És van, aki boldog, hogy találkozhat az osztálytársaival és a tanáraival, még akkor is, ha be kell tartani a távolságtartási szabályokat. Franciaországban az új fertőzöttek száma hetenként 30%-kal, a kórházba kerülőké 15%-kal emelkedik. Egy vezető járvány szakértő szerint kritikussá válhat a helyzet decemberre az ország néhány régiójában, amennyiben a járvány görbe továbbra is hasonló képet mutat.